Követeli a Franciaországban letartóztatott orosz milliárdos szabadon engedését a Kreml. A moszkvai álláspont szerint a francia hatóság kettős mércét alkalmaz, amikor őrizetben tartja a Telegram alapítóját, Pavel Durovot, akinek biztosítani kell az őt megillető jogokat. A titkosított üzenetküldéssel működő platform lehetőséget ad a bűncselekmények elkövetőinek, hogy a lebukás veszélye nélkül kommunikáljanak. A kábítószer és emberkereskedők, a szervezet bűnözés tagjai, továbbá a terroristák is kontroll nélkül üzelhetnek. Durovot legfeljebb 96 órán át tarthatják fogva kihallgatás céljából, utána bírósági határozat szükséges. Az EU-ban régóta elvárás a Telegram üzemeltetőitől, hogy fékezzék meg a bűnözői csoportok kommunikációját. A francia hatóságok szerint ezt a tulajdonos nem tette meg. Emmanuel Macron francia elnök kijelentette, hogy nem politikai lépés Durov letartóztatása. Mivel francia állampolgársággal is rendelkezik, a francia hatóságok elutasították Oroszország követelését az együttműködésre.